Táncosok, sportolók, zenészek és énekesek lépnek színpadra pénteken este 6 órától a Kelemen házban a Demeter Sándor jótékonysági emlékesten. A rendezvényt a tavaly váratlanul elhunyt makói küzdősport oktató tiszteletére szervezik barátai, tanítványai. Fellép a Kelly tánccsoport, a makói búdóklub küzdősport szakosztályai, a makói magánzeneiskola gitárcsoportja, Jóni Alexandra és Erdei Klára, Varga Otto és Kecskeméti Csaba zenei kíséretére énekelnek. Verset mond Horváth Varga Sándor. A rendezvényt a makói M-Jam együttes koncertje zárja. Dömét annyian ismerték és annyian szerették, hogy nem mehettünk el anélkül mellette, halála mellett, hogy nem csinálunk neki egy emléket. Szeretnénk most már ebből minden évben csinálni. Ilyen bemutatókat. Nagyon jó sportember volt, országos hírű volt, a nagymacinak szólították, és egy nagyon jó ember van. Három családja van, két fia és egy lánya, akik közül ketten már régóta tékvandóznak, gyakorlatilag Döme is így került oda. Most pénteken 6 órától fogjuk megtartani a Kelemen házba. Nagyon sokrétű lesz a műsor, harcművész bemutatók lesznek, táncosok lesznek, énekesek lesznek és az M-Jam nevű zenekar. Úgyhogy mindenkit várunk, gyakorlatilag a belépés ingyenes. Az adományokat a makói kórház gyermekosztályának fogjuk felajánlani a család kérésére. A búdóklubnak a szakosztályai közül ugye ott lesznek a kickboxosok, gyakorlatilag látható lesz Makó Evelin, aki ugye világbajnok, lesz ott Európa bajnok is. A tékvandó bemutatón töréstechnikák, úgy erőtörés, mint látványtörések, formagyakorlatok, önvédelmek, a tánccsoportot, ugye hát azt nem is kell mondani, mikor sok kicsi gyerek ottan táncol, a koncert pedig szerintem magáért fog beszélni.